Sziasztok, üdvözöllek titeket újra a csatornámon! A mai videóban a nyári TBR listámat szeretném elkészíteni, azokat a könyveket bemutatni nektek, amiket a 2021-es nyár folyamán mindenképpen el szeretnék majd olvasni, és beiktatni az olvasásaim közé. Emellett most a nyár folyamán Csaba a Könyvelem csatornájáról készített egy nagyon király kis olvasásos kihívást, a Nyomozós Nyár nevű kihívást, amelynek lényeg, hogy olyan könyveket olvassunk el, amelyekben valamilyen szerepe van a nyomozásnak, ezek lehetnek krimik, thrillerek, például Agatha Christie, vagy még sorolhatnám tovább mindenféle fantasztikus könyv, és arra gondoltam, hogy ezt a kihívást is szeretném a nyár folyamán teljesíteni, így ezt a kettő videót szeretném most egybe mosni, és ezt a kettő TBR listámat előállítani és bemutatni nektek azokat a könyveket, amelyeket a közeljövőben mindenképpen látni fogtok a csatornán bővebben is. Először akkor a nyomozós nyári TBR listámmal szeretném ismertetni. Ez a kihívás úgy működik, hogy összesen 6 könyvet kell elolvasni ahhoz, hogy teljesíteni tudjuk ezt. Egyébként molyon van fent róla bővebb leírás és esemény is. Ezt majd be fogom linkelni a videó leírásába, meg képet is szúrok be hozzá. Ha ha ezt az utat választom, akkor összesen hat nyomozós könyvet kell elolvasnom, viszont a másik út, hogyha azt a három könyvet választom, amit Csabi a havi könyveinek választ, szóval június, július és augusztusban, akkor az a három könyv, azok kettő könyvet is érnek, és így lehet a hat könyvet teljesíteni hárommal. Én viszont a hat, hatos megoldást választom, mert ez nehezített verzió is, meg elég sok könyv van a polcmon, amit már amúgy is régebb a tervezek, és pont be is passzolnak ebbe a kihívásba. Elsőként hát hűen a nyomozós nyárhoz és hűen Csabihoz, akinek kedvenc szerzője Agatha Christie, beválasztottam a Halála Níluson című könyvet, aminek meg az európás kiadásban van meg ezek a kedvenceim, és ezek tetszenek a legjobban, így mindenképpen ebbe szeretném majd az Agatha Christie életművet beszerezni a polcomon. Túl sok találkozásom még nem volt az írónővel, csak a 10 kicsi néger és a gyilkosság az Orient Expressen, így nagyon kíváncsi vagyok már a Halála Níluson könyvre, amiből egyébként pont film is készült, nem is olyan régen adaptálták, egy újabb verzióban, ami, ha jól tudom, most fog valahogy majd kijönni a mozikba, de ez nem teljesen biztos, de biztos, hogy ki fog jönni hamarosan, vagy lehet már ki is jött, csak nem maradtam róla. Így a Halála Nílusont azt mindenképpen szeretném elolvasni, nem is egy túl hosszú könyvről beszélhetünk, a maga 350 oldalával, de tudjátok, ez ilyen... Ö olyan megoldása van, hogy nincs túl sok szöveg egy oldalon. Így Agatha christie mindenképpen szeretnék idén-nyáron olvasni. Emellett, ha már Zafon őrület van nálam, így hoztam nektek pár Zafon könyvet is. Az első az az Éjféli Palota, amely szintén nyomozós, és az elfeledett, nem is, ez a költ trilógiának a második része. De nincs összefüggés az első és a második rész között, szóval itt teljesen más a történet, de ebbe is van nyomozás. Emellett Zafonnál maradva, ki szeretném olvasni idén nyáron, ezt már lehet több videóban is említettem, az Elfeledett Könyvek Temetője Tetralógiát, amelynek a maradék három részét kell még elolvasnom, ugye az első része volt a Szél Árnyéka, amit már olvastam és nagyon szerettem, így ezt a három könyvet is szeretném nyáron ő, letudni, és szerencsére mind a négy könyvön van nyomozás, van, nyomozás címke, van bennük ő, nyomozni való bőven, így tökéletesek lesznek ehhez a kihíváshoz, és így van összesen öt könyvem, ahogy számolom, így kell még egy plusz egy a hatodiknak, ez pedig nem lesz más, nem lesz más mint Paula Hawkins-tól a vízmélyén, amit még nem vásároltam meg, de majd egy nyári rendelésembe biztosan bele fog potyanni a csomagba ez a könyv, amit már régebb óta tervezek elolvasni, mert szeretném az írónőnek az összes könyvét, ami eddig megjelent, ugye a lánya már olvastam és imádtam, így kíváncsi leszek erre a könyvére is. Emellett majd augusztusban jön a legfrissebb könyve, a harmadik könyve, a Melegen vagy Forró Nizzó Tűz, ha jól emlékszem a címére, majd azt majd augusztusban szeretném elolvasni, amikor megjelenik, de ezzel a hat könyvvel szeretném a nyomozós ö, nyarat teljesíteni. Következő tervek pedig most már csak a nyára koncentrálnak, a szimpla nyárra, nem nyomozós nyárra. Ezek közt legelső könyv, amit a vizsgák után mindenképpen kezembe fogok venni, az a Marilla, a Zöld Oromból, amely a Zen otthonra talál sorozatnak előzmény története, fiktív története egy másik írónőnek a tollából, de nagyon sokan dicsérik molyon, nagyon kíváncsi vagyok rá, nemrég találkozhattatok vele a csomagbontós videóban is, és nagyon szeretem Marilla karakterét az N otthonra talál könyvekből, így nagyon várom már, milyen volt Marilla fiatal korában, és hogy lett az a szigorú, határozott, erkölcsös asszony, akit megismerhettünk az N könyvekben mikor elkezdtem a listát állítani, rájöttem, hogy túl sok a nehéz, meg klasszikus, meg szép irodalom, és hogy valamilyen limonádét azért csak kell a nyári melegben is olvasni, így a Bridget Jones naplója maradék két kötet, amit még nem olvastam el, azokat szeretném pótolni, hogy teljes legyen a Bridget Jones olvasási élményem. Az első két részt nagyon szerettem, nagyon bohókást tényleg nagyon jó kikapcsolódást tud nyújtani a könyvmolyoknak szerintem a Bridget Jones nap, a történetek, és maga Bridget Jonesnak a személyisége, aki egy tényleg nagyon humoros, nagyon vicces ö, szereplő, mindig valamilyen konfliktusba tud ö, keveredni, és mindig nagyon jókat lehet nevetni ennek a könynek a lapjain. Így nyárra szerintem ezek tökéletes olvasmányok. Tavaly nyáron is nagyon jól tudott esti nekem az első résznek az elolvasása. Így arra gondoltam, ezt a két könyvet is mindenképp beszeretném válogatni ebbe a TBR listába következő két könyve szintén egybe fogom olvasni, ezek Anna Ferrantén a két regénye, az Amikor elhagytak és a Nő a sötétben, melyeket nemrég vásároltam, megláthattátok a tavaszi szerzemények videóban is, nagyon nehéz volt hozzájuk jutni, de csak sikerült ebbe a park könyvkiadós verzióba polcomon tudni ezt a két könyvet. Ezeket főként azért szeretném olvasni, hogy meglegyen az Elena Ferrante kihívásnak a plecsnie olyan, és minden könyvet elolvassak az írónőtől. Már csak ezt a kettő könyvet kell letudnom, és teljes lesz az Elena Ferrante ő életmű elolvasása így a könyv életemben. Így ezeket szintén a nyáron beszeretném iktatni, egyik se túl hosszú, de a tékozló szeretetből kiindulva biztos nagyon mély tartalma van mindkettőnek, és biztos nem lesz egy egyszerű olvasmány egyiket sem elolvasnom, attól független, hogy nem egy vaskos könyvről beszélhetünk ezeknek a könyveknek a személyében. Következő könyv, amit már tavaly nyáron el akartam olvasni, de kicsúszott a listából, az a vak bérgyilkos Margaret Atwood-tól, Mindenképp szerettem volna budat és ebbe a nyaramba beletenni, emellett ő, rosszul éreztem magam tavaly is, hogy nem olvastam el, és már nagyon kíváncsi vagyok erre a történetre is, sok pozitív kritikát és véleményt hallottam erről a könyvről. Így arra gondoltam ezt a könyvet is most mindenképpen le fogom tudni, és ki fogom olvasni és az ötcsillagos jóslás videómban is beszéltem róla, hogy annyira pozitívak az előre, előrejelzéseim, hogy szerintem ez a könyv is talán ötcsillagos lesz nálam, bár Margaret Atwoodból kiindulva, aki az egyik edben círom általában az összes könyvét nagyon-nagyon szeretem, így kíváncsi leszek erre a könyvre is, ez kicsit vastagabb alkotása maga 800 oldalával, így ezt ő, lehet, hogy nem egy haladba fogom elfogyasztani, de mindenképp szeretném ezt is nap

következő könyv, hát szintén nehéz irodalmi mű, talán az egyik legnehezebbek között ő helyezkedik el, ez nem más, mint az Orlando Virginia Woolf-tól, ami szinte egy 300 oldalas könyv, vagy jól emlékszem, szóval nem hosszú, de pont nemrég pakolás közben hallgattam meg egy könyvkibeszélőt az Orlando-ról egy egyórás könyvkibeszélőt ott Annával, a Pocket Zsebkönyveknek a Youtube csatornáján, és ott mesélte például Anna is, hogy ő nagyon sokáig olvasta, mert ez a könyv szerintem megengedi azt, hogy mást is olvassunk párhuzamosan az orlando és hogy néha egy-egy fejezetet elolvassunk egy nap például, aztán kicsit félretedjük, mert emészgetni kell ezt a könyvet, így ez lesz az idei ny nyaramnak a talán legnehezebb olvasmánya, legemészgetősebb legemézgetősebb, legelfilozofálgatósabb olvasmánya, ahogy így az előrejelzések alapján gondolkodok, de ezt a könyvet is szeretném már végre valahára letudni, mert annyira sokat hallottam róla, és az LMBTQ irodalmi címkem miatt is nagyon szeretném, meg alapból Virginia Woolfnak is nagyon szeretnék mindent, a munkásságából elolvasni, és az Orlando az egyik legkihagyhatatlanabb könyv, a legfontosabb alkotása, sőt sokan úgy vallják, hogy az egész pályafutásának a csúcsa. Ezért gondoltam rá, hogy idén nyáron akkor az Orlandót is is leszeretném tudni. Következő könyv egy magyar szerző, magyar szerzős legyen már ebben a videóban. Ez nem más, mint Gárdonyi Gézának az Ida regénye, ami nekem ebben a nagyon régi kiadásban ő van meg, ami tartalmazza a szerelmi történeteket is. Ha jól láttam a tartalomban, azok azt hiszem, hogy novellák, ha, ha jók az emlékező képességeim. Ö, igen, ezek egy, egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc novellát tartalmaz még magában szerelmi történetek. Hát első körben most én az IDA regényére szeretnék ráfókuszálni. Egyébként pont idén nyáron megjelent, tudjátok, van ez a télen, és nyáron jelennek meg könyvek a ő, Libri kiadó, és általában vagy Jaffa, vagy Szkolár kiadóval együttesen a kettő kiadó gondozásában különböző fontosabb klasszikus művek, mint pár évvel ezelőtt az Adi Szabó Magda karácsonykor, majd a, az Utas és Hold világ is megjelent Szerbantaltól, meg legutóbb karácsonykor volt a Kosztolányi ő, féle, meg meg Karinti Frigyes féle, karácsonyi könyvkiadások, idén nyáron pedig az Idaregényét választották, aminek én nagyon örülök, mert már régebb óta szemeztem vele, és most ez még jobban sarkal arra, hogy elolvassam az Idaregényét. Gondolkodok rajta egyébként, megvegyem az új kiadást is, mert nagyon szépek benne az illusztrációk, és főként amiatt nagyon érdekelne a könyv, viszont anyukámnak ebbe a régi kiadásába fogom szerintem elolvasni, és én nagyon elégedett vagyok ezzel a régi, szép irodalmi könyvkiadós borítóval is. Szerintem nagyon letisztult, nagyon egyszerű, de mégis gyönyörű. És az idaregényéből film is van egyébként, egy nagyon sikeres magyar film, és én ezt úgy érzem, ez a könyv tényleg nagyon mélyen nekem szól, és ha gondolkoznunk kéne, hogy mik azok a nagyon jó kis szerelmi történetek a magyar irodalomban, amit talán lehet Jane Austenhez hasonlítani, ha külföldi példát akarok mondani, mert talán ő nekem az egyik nagy kedvenc, akkor szerintem az idaregénye talán ilyen lesz Gárdonyitól. Egyébként a szerző számomra nem ismeretlen, az egri csillagokat én szerettem. Szóval nem mondtam el senkinek annó, de nagyon szeretem, és hiába volt vaskos, hiába nem voltam akkor még nagy könyvmoly, én akkor nagy élvezettel és kíváncsisággal olvastam, és annyira tetszettek a fordulatok, és ötös dolgozatokat írtam, meg témazárót írtam belőle, hogy nekem az Egri Csillagok is közel áll a szívemhez, és már nagyon régóta újraolvasásra is vár, és újra kellene olvasnom, de most mindenképpen Gárdonyival kapcsolatban az Idaregényét fogom ezen a nyáron elolvasni. És a videó zárásaként hoztam még kettő klasszikust, ezek is szintén jó irodalmi címkék miatt ő, kerültek főként a kezembe, és ezek inspiráltak legjobban arra, hogy pont most olvassam el ezeket a könyveket, ezek szóval a könyvek nem mások, mint a varáshegy első két része. Ö, bár amúgy ezt a könyvet, ha jól emlékszem egyébként egybe szokták kiadni, csak olyan vaskos, hogy azt hiszem a Gabó pont ennek indokán két részre bontotta. Ennek a könyvnek a története egy szanatóriumba játszódik, egy férfi főszereplő által, aki elutazik ebbe a szanatóriumba meglátogatni unokatestvérét. Nagyon kíváncsi vagyok a regényre, már többször hallottam róla, és különböző tanulmányok folytán tanultam is erről a könyvről valamelyest minimális szinten, például egy-egy tételbe előjött pár-pár utalást Thomas Merre és a Varázshegyre, viszont a szerző ő nem ismeretlen számomra olvastam, már tőle a Mario és a Varázslót, ami kötelező is volt, és benne volt a 12-es szöveggyűjteménybe, és nagyon tetszett az írónak a stílusa. Én nagyon szeretem Thomas Ment, nagyon szimpatikus nekem ez az írói alak, és előszeretettel olvasnék tőle bármit, de most első körben a Varázshegyre esett a választásom. Egyébként a könyveket a könyvszekéren vásároltam meg, egész jó állapotban vannak attól független, hogy régi könyvek, nem is ősárgultak meg alapjai, hófehérek, azt hiszem, hogy ez a kiadás 1900-as években ő, jelent meg, ha jól gondolom, vagy lehet nem gondolom jól, de mindegy. De amúgy nagyon tetszik meg, amúgy azt akarom nektek megmutatni, hogy ö, olyan érdekesek a fejezetek ez a fent egy vonal, ott a fejezet, és alul meg a cím, vagy hogy elkezdődik, és ez az a tipikus, tipikus 90-es évek szerintem, jaj, én nagyon sok könyvvel találkoztam, ami így van megoldva a 90-es évekbeli könyv, hogy, hogy így osztották el a szerkezeteit, és nem tudom, nekem ez tetszik hangulathoz szerintem, bár ez nem von le, vagy nem ad hozzá az olvasási élményhez túlzottan, de úgy szimpatikus nekem a regénynek az eloszlása, azt hiszem 800 oldal a kettő könyv egybe, így ez is egy vaskos olvasmány lesz, például a vakbérgyilkus is 800 oldal könyv körül mozog, meg az elfeledett könyvek temetője, negyedik része is 800 valahány oldalas, így erre a nyára most kicsit tudatosan, de vaskos könyveket is kerestem, mert ha úgy sem megyek sehova, úgy se kell cipelni a könyvet, akkor simán tudom fekve olvasni, talán még az udvarig lebírom vinni ezeket a könyveket a szobámból, így ezt a nyarat kicsit most így megvastagítottam, <laughs> ha lehet ilyet mondani. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, remélem tetszett, kíváncsi vagyok, ti mit olvastok ezen a nyáron, mik a tervétek, mik azok a konkrét könyvek, amiket semmiképp se szeretnétek kihagyni. Hamarosan érkezem a következő videóval, addig is mindenkinek jó olvasást kívánok. Sziasztok!